Novemberben a Véradók napja alkalmából szerte az országban több mint 800 helyszínen közel 50 ezer önkéntes véradó segítségnyújtásáért mond köszönetet a Magyar Vöröskereszt. Bátaszéken is rengeteg sokszoros véradó volt ebben az évben, akik önzetlenségért nem lehet elég hálás a Vöröskereszt megyei szervezete. Bátaszéken 10 éve tartunk ilyen ünnepséget. Országosan is vannak ünnepségek, de nekem ez a legkedvesebb, amikor akik itt a mi közösségünkben aktivizálásra kerültek a Magyar Vöröskereszt segítségével, a véradószolgálat által levételre került a vérük, és a többségüknek megyében Szekszárdi kórházba felhasználásra került, sokszor általunk ismert betegek és páciensek körében az itt leadott vér. Őket köszöntjük azzal a céllal, hogy nagy a cselekedetük, nagy, amit véghez visznek. Önzetlenül karjukat nyújtó embertársaink pótolhatatlan segítői a Magyar Vöröskeresztnek és egész társadalmuknak. Ezért is fontos, hogy minden évben méltóképp köszönjük meg áldozatvállalásukat. Ez a véradás, a szövetdonáció, az a szeretet kifejezésének egy nagyon szép formája. Legtöbbször, amikor adunk valamit, tehát mi most átadunk nekik csokoládét, oklevelet, egy kis vásárlási utalványt, azok csak szimbólumok, de aki összességében a testéből ad valamit másnak, ami ő neki a javára, egészségére szolgál, az egy őszinte kifejezése a szeretetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ők ezzel üzennek a társadalom számára, hogy hát így érdemes élni, így érdemes gondolkodni. A karitáció megvalósulásának is a legszebb példájának tartom a szerv domációt, illetve hát adott esetben ezt a szövetet, a véradást, megvalósítását. Nézzük a mai esemény. Negyedszer volt a településen véradás, és mai napra 70 megjelenést kalkulált a véradószolgálat, tehát ha azt teljesítettük volna, akkor ez volt a cél. Helyette 85-en jöttek el ma, és közülük 75-en sikeresen befejezték a véradást. A visszalevő 10 emberke, ők kiszűrésre kerültek. A Vöröskereszt a véradókkal egész évben foglalkozik. Tolna megyében minden nap van véradás valamelyik városban vagy településen. Ezzel, hogy megünnepeljük őket, egy kicsit kitűzzük azt a célt is magunk elé, hogy ezt a véradói kedvet szeretnénk fenntartani. Tehát szeretnénk például ezzel az interjúval is hát kiállni a nyilvánosság elé, a lakosság elé és a régió lakossága elé, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nagy fontosságú ez a cselekedet, nem csak az emberbaráti szeretet megvalósítása miatt, hanem azon praktikus okból, hogy egyébként a vér semmivel nem pótolható gyógyszer. Tehát műtétek tudnak elmaradni, másoknak egészségkárosodást okozhat, ha nem áll megfelelő vérkészlet rendelkezésére a véradó állomásnak, és nem biztosítja az osztályoknak, műtétes szakmáknak, nőgyógyászatnak, hematológia osztálynak, daganatos betegeknek. Láttuk számtalanszor, hogy amikor valamelyikünk családjában, ismeretségi körében jelenik meg olyan páciens, akinek azonnali vérre van szüksége, akkor a közösség összefog, aktivizálódik. Ezt a fajta szellemiséget szeretnénk továbbvinni a mai véradó ünnepségen is, a véradó napi ünnepségen, hogy ha látatlanul is adunk, az ugyanazt az értéket képviseli, ugyanúgy odaér és megtalálja azt az embert, aki számított a segítségre, akinek szüksége van a segítésre, aki csak ezáltal tud meggyógyulni. Bátaszéken most köszöntöttek 30, 40, 50, 60, 70 és 90-szeres véradókat is. A Vöröskereszt külön köszöntötte Schwarz Antalt, aki több mint 90-szer nyújtott a karját, hogy segítséget adjon. Az az igazság, hogy ez hosszúra nyúlik vissza a történet, mint minden hasonlókorú embernél a katonasággal kezdődött ez a dolog. Amikor hát egy kis jutalomszabadság is ez kis az járt ezért, és hát aztán ez egy hagyománnyá vált. Olyan közösségbe kerültem, amikor dolgozni kezdtem, akik gyakran véradók voltak, többszörös véradók voltak, nyilván a társaság engem is vitt tovább, és ez úgy hagyománnyá vált, és egy idő után az életünk részévé vált, és rendszeres véradó lettem. Mindenképpen megtiszteltetés természetesen, és nagyon-nagyon jól esik, hogy hát ilyen körülmények között is megünnepelnek minket, és ez egy jó esőérzés.